A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium turisztikai államtitkárát, Bozsóki Lajos. Bozsóki Lajos urat, a megyei közgyűlés elnöki kabinetjének vezetőjét, Bak András urat, a Közép-Dunántúli régió kistérségi koordinátorát, valamint a környező települések polgármestereit, és minden megjelent kedves vendégünket. Az ünnepség elején közösen énekeljük el a himnuszt. Elkérem Balassa Balázs polgármester urat, hogy tartsa meg megnyitó beszédét. Igazából alápestő zenére nem számítottam. Tisztelettel köszöntök mindenkit, én is külön köszöntöm Pál Béla urat. Ha megenged, elmondanám. Délelőtt 11 órakor még Almádiba találkoztam vele, 1 órakor már Budapesten tárgyalt, és most itt van. Köszönjük szépen! Mint minden balatonparti településnek, így Szigligetnek is nagyon fontos, hogy az ideiglen forgalom fejlődjön. Ennek érdekében a Szigligeti Képviselőtestület elkészítette egy munkatervet, melynek fő feladata az infrastruktúra fejlesztése. Ennek első állomása tavaly januárban kezdődött a csatornázással itt a Nyaroló területen. A 400 milliós beruházás 83%-os állami támogatottsággal készül. Nyomai most is látszanak, ha minden jól megy, novemberre adjuk át ezt a beruházást. Ugyancsak tavaly kezdtük el a közvilágítás korszerűsítését, bővítését, illetve két trafó kiépítését a településen. Idén folytattuk a körhálózat kiépítésével. Ez a 60 milliós beruházás úgy gondolom megoldja az elektromos ellátását Szigligetnek. Két héttel ezelőtt adtuk át a 120 méter hosszú vazatkövből kirakott járdát, ami ugyancsak az idegenforgalom céljait szolgálják, mivel ezen az úton közelíthetik meg a várban látogatók Szigliget egyik legszebb látványosságát, a várat. És most itt vagyunk a strandon. Ez a 40 milliós beruházás ugyancsak állami támogatással, a Gazdasági Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. 50%-os támogatást kaptunk erre a beruházásra. Tulajdonképpen a lakosság és a nyaraló tulajdonosok kérésére stílusában nem nagyon változtattuk meg a strandot, egyedül a bejárat lett, ha mondhatom itt, így egy kicsit monumentálisabb, egy kicsit figyelőfelhívó. Tulajdonképpen két új vizes blokk készült, az uniós elvárásoknak megfelelően mozgáskorlátozott WC, zuhanyzó, úgyhogy tulajdonképpen én úgy gondolom nyugodtan jöhet a szezon. Reméljük, hogy most már a csapadékos időszaknak vége, bár a Balaton vízszintjének nagyon jó tett ez a sok csapadék. Most egy kicsit úgy gondolom ünnepelni kell, néha jól esik az embernek, ha egy kicsit pihenhet, egy kicsit erőt gyűjthet, úgymond a sikerek kapcsán, és hétfőn kezdődik a munka. Újabb célok megvalósítására igazából még minden balatonparti településnek, illetve minden településnek rengeteg feladatunk van, ha csak körbenézek a strandon, a járdák felújítása, kiszakkotrás, településen nagyon sok járdát kellene megépíteni, kerékpárutat, az utat állapota nem megfelelő, parkolóink kevesek. Tűz van feladat, reméljük, hogy úgy a minisztérium részéről, mint más tervezetek részéről a támogatást továbbra is megkapjuk, és ezeket a célokat meg tudjuk valósítani. Szeretném megköszönni azoknak, akik mindent megtettek azért, hogy ez a
én úgy gondolom, szép létesítmény elkészülhessen. Törekedtünk arra, hogy a lehetőségekhez képest elsősorban szigligeti vállalkozóknak adjunk munkát, mert úgy gondolom, hogy a szigligeti vállalkozó magáinak érzi a munkája gyümölcsét, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak az embereknek, akik szabadidejüket feláldozva, érezve azt, hogy szorít az idő, az utolsó egy hétben tényleg reggeltől estig itt segédkeztek. Köszönöm ezeknek a szigligetieknek. Köszönöm szépen! Felkérem Pár Béla államtitkár urat, mondja el ünnepi köszöntőjét. Köszönöm szépen! Kedves sokan, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm polgármester úr, értettem a feladatot, hiszen polgármester azt gondolja, hogy nem véletlen azzal fejezte be mondani valóját, hogy sorolta, hogy milyen szükséges fejlesztések várnak itt a településre, és várnak a mindenkori kormányra, abban a tekintetben, hogy támogassa is ezeket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a gyönyörű településen, Szigligeten. A korábban számos alkalommal megfordulok ma is turistaként, hiszen a Balaton környékének egyik legcsodálatosabb települése. Én azt gondolom, nem véletlen, hogy az ide érkezőnek, hogyha olvasta Kishalubi Sándor sorait, akkor ma is az jut eszébe, amit ő írt erről, csak azért olvasom papírról, hogy el ne roncsam, mint a rossz diák. És Kishalubi Sándor így írt Szigligetről, hogy így szépet nem terme még a magyar vad föld és ég. És valóban így van, a sziget és a liget találkozásánál, hiszen e két szóból áll össze Szigliget neve, egy csodálatos település született. Egy olyan csodálatos település, amelynek szebbétételért okkal munkálkodtak elődeink, és amely szebbétételén munkálkodik most is a képviselő testület. Polgármester úr, amikor megérkeztem, akkor szerényen azt mondta, hogy hát nem olyan nagy dolog ám ez, de láttam, hogy közben csillog a tekintete és örül, mert valóban lehet, hogy nem olyan nagy dolog ez, de ilyen kis dolgokból áll össze egy település új arculata, ilyen kis dolgokból áll össze az a kép, amelyet mindannyian szeretnénk a Balatonról, ilyen kis dolgokból áll össze az igazán vonzó Balaton kép, amelynek során egyre több külföldi és belföldi is érkezik majd ide, és bizony, nagyon sok ilyen kicsi és nagyobb fejlesztés, és nagyon következetes szívós hétköznapi munka és kormányzati ciklusokon átívelő program kell ahhoz, hogy mindezek révén a Balaton újra vonzó legyen. Hiszen Balaton környékén tudjuk, korábban elégséges vonzerő volt a víz, ma már nem elég, ma már kell a környékbeli települések turisztikai kínálata is. Nagyon örvendetes, hogy az utóbbi hetekben szinte minden hétre esett egy-egy átadás, egy-egy újabb fejlesztés, folyamatosan megújul a Szigligeti Vár, a Sümegi Vár, nem régiben kapott Badacsony Tomály városi rangot, a Klub Tomályban nem régen avattunk egy-két héttel ezelőtt egy gyönyörű wellness központot. Badacsony Tördemisz polgármestere már előrejelezte, hogy náluk is megújulassan, mások arról beszéltek, hogy megvalósult a strand nederkotrása és megújult ilyen módon is a strand. Tehát csupa-csupa olyan esemény, amelyek ugyan kicsik, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindannyiunk által tisztelt és szeretett Balaton, a természet örömkönnye, hogy Egri József írt annak idején róla, megújuljon, és most Magyarországon, amely most már az Európai Unió tagja, kicsit kicsinosítva, Európai Uniós követelményeknek megfelelően várja a vendégeket. Mert valóban lehet, hogy igaz, hogy ez az új fogadótér és ezek a pavilonok nem olyan rettenetesen nagy dolgot jelentenek, de hozzájárulnak ahhoz, hogy méltó körülmények között fogadja ez a gyönyörű strand az ide látogató bel- és külföldi vendégeket. És nem véletlenül jeleztem az Uniót, mert évszázados, évezredes álmunk vált valóra azzal, hogy most végre Magyarország az Unió tagja lett. Bizton várjuk mindannyian az Uniótól, hogy jobb jövője, erősebb és jobb lehetőségei lesznek Magyarországon az Uniónak, az Unióban Magyarországnak, mind a kettő igaz, de természetesen ehhez nekünk is hozzá kell tenni a magunkért, hiszen ahhoz, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket, ahhoz nekünk is változni kell,
olyan módon, ahogy egy polgármester úr vezetésével az önkormányzati képviselőtestület napról napra tevékenykedik a településén, elkészítették az idegenforgalmi stratégiájukat, és nem csak állami költségvetési forrásokra várnak, nem csak uniós pénzekre pályáznak, hanem helyi erőket is bevonnak abba, hogy Szigliget települése egyre szépüljön, szebbé, rendezettebbé váljon. Itt tehát engedjék meg, hogy most, amikor átadjuk ezt az új fogadóterületet, hadd köszönjem meg mindannyiunknak azt, amit Szigligetért tesznek, hadd kívánjak nagyon sok sikert az uniós és az állami költségvetési források bevonásához. Hadd köszönjem meg a képviselőtestületnek, polgármester úrnak és mindazoknak a turisztikai vállalkozásoknak, akik évről évre más és más körülmények között tesznek, cselekednek azért, hogy minél több belföldi és külföldi vendég jól érezze magát itt a tó környékén. Azt a munkát, amelyet hivatásodatból, vendégszeretetből, lokálpatriotizmusból itt Szigligeten és a környező településeken végeznek. Engedjék meg, hogy a gondolatok jegyében adjuk át képletesen önöknek, polgármester úrral együtt ezt az új gyönyörű fogadóterületet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most meg megkérném önöket, hogy az átvágott alag mentén, jobban mondva, már nincs itt, fáradjanak az első kabin sor közé, ahol az általános iskola néptánc csoportja és zenei csoportja fogja a műsorát előadni. Szia! Hol vagy? Felvirat a strandavatás napja. Virágot kötöttünk mi is egy csoportba. Virágot kötöttünk, éneket meg versek, zenét is ajándékgyárt, ilyen telek. A jó szándéknál jobb, kevesebb az érdem, így nézzenek minket, csak ez a kérésem. Ha egyet koppantok, bejönnek a lányok. Ha kettőt koppantok, táncol a lábuk. A fiúk gyávábbak, értük nem felelek, csak akkor jönnek, hogyha segítenek. Kérem ezért szépen, ha engedélyt kapunk, hogyha bejöhetünk, s itt elmulathatunk. Hívják át be őket, a kedves vendégek, igen erős tapssal és kedves nevetéssel.
Thank you.
Most viselők 2 perc, hogy tele van, erőt váltóban.